Sziasztok! Ebben a videóban az a terv legalábbis, hogy mantrázás lesz, meditáció lesz, hát igazából minden, ami jön, és hogyha van kedved, akkor te is csinálhatod ezt így végig, akár azt, amit én mondok, vagy bármi mást is elképzelhetsz, vagy bármi, elkezded csinálni, és akkor lekapcsolod a videót, és folytatod úgy, ahogy neked jó. Mit sütsz, kis szűcs? Kis szűcs. Pán sós húst sütsz, kis szűcs. Réparátok nagyon. Korán reggel ritkári kantarigó. Föl volt ide akasztva az egyik kabátom. Hát talán már valami 8 éve, 5-8 éve, szerintem biztos 5 éve biztos nem vettem kabátot, és régen mindenből feketét vettem, és hát ez így nem tudom, hogy jött. Fekete tén ugye nem látszik a kosz annyira, meg Metallica rajongó voltam még középiskolában, stb. Csak ugye a nagy spirituálisok meg fehérben járnak, és hát mondjuk amikor Alaje videóit elkezdtem nézni, akkor én is elkezdtem, vagyis én is megszerettem megszerettem a fehér színt, és onnantól kezdve fehér ruhákat veszek nagy részben, csak hát még nem cserélődött le az egész ruhatáram, így a kabátjaim, kettő kabátom van, feketék, és itt lógott az egyik, és azon a fogason, és levettem. Levettem, mert hát már tudom, hogy egyesek így hát tudod, mindenki azt lát mindenben, ami saját magában is benne van, és megkaptam már én mindenfélét a neten, hideget, meleget. Közben rejkizem a torkomat, és ez is érdekes, hogy hiába mondtam el én is sokszor, hogy mindenki magából indul ki. Jó, valamennyire visszatartotta ez az ítélkezőket, de az ítélkezőket, de voltak, akiket mégsem. Na mindegy, szóval levettem a fekete kabátot, mert az fú, ez nagyon rossz dolog. Meditálás előtt érdemes kikapcsolnod a mobilodat. Én lehalkítottam az enyémet. Aztán van egy, én tapasztalatom szerint nagyon jó dolog.
Ami pedig az, hogy... Ja, hát volt, aki írta, hogy túl lassú a videód. Figyeljetek, ez nekem nem a munkám. Ha nem tetszik, ne nézzétek. Nem fogok azért ilyen vagy olyan vagy amolyan videót készíteni, meg figyelni 101 dologra, hogy milyen legyen a videó, hogy tetszen nektek. Nézzétek akkor azokat a videókat, nézzétek akkor azokat a videókat, amik tetszenek nektek. Ott van minden videó alatt, hogy kitöltötte fel. Látjátok, hogy Justin Mátyás, vagyis ez a srác, akkor ne nézzétek meg, ilyen egyszerű. Na, nézzétek Mónika Show-t, vagy amit akartok. Na, visszatérve. Nekem nagyon sokat segített az, hogy... Várjál, föntebb kéne tenni ezt a kamerát, mindegy. Az, hogy... Ha valamit jól szeretnék csinálni, vagy nem is tudom, hogy mondjam, akkor kérem az Istent, hogy legyen benne abban a dologban. Nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg szavakkal. Föntebb állítom ezt a kamerát. Na, szóval... De hogy ugye ki az Isten, mi az Isten? Hát erről nagyon sok elképzelés van, ugyebár ezen a bolygón. Csak Magyarországon 180, kb. 180 vallást tartanak számon. Szóval én azt tudom elmondani, hogy én hogy látom a dolgokat, és hát, hogyha tőlem kérdeznéd, hogy ki az Isten, mi az Isten, bár erről már sokszor beszéltem, azt hiszem, úgyhogy csak nagyon röviden, hát nézd, nem véletlenül, ugye a magyar nyelv az egy kozmikus tudást rejtő nyelv, és mindent úgy neveztünk el, amiben benne van a lényege annak a dolognak. És ugye az Istent, az Isteénnek neveztük el, utalva ezzel arra, hogy ez egy olyan lény, vagy egy olyan dolog, ami te is vagy, meg én is vagyok, meg minden. Tehát ez egy olyan dolog, ugye mondják azt spirituálisok, hogy minden egy. Ez így kurva jól hangzik, csak nem alkalmazzák az életben. És erre megkérdezett tőlük, hogy jó, és mi ez az egy, vagy hogyan neveznéd? Hát rosszabb esetben nem tudnák, hogy most mi van. Mert tudod, csak hangoztatnak ilyen jól hangzó dolgokat, de nem építik be a gondolkodásukba, a lelkükbe, a tudatukba, az életükbe. Szóval rosszabb esetben nem tudnának rá mit mondani, hogy mi ez az egy, vagy ki ez az egy, akkor, ha minden egy. Majd milyen ez az egy, miből áll, mi ez, energia, vagy mi, és ha energia, akkor milyen energia, hogy néz ki, stb. Van-e, lehet-e látni, és ott egy csomó minden kérdést fel lehetne tenni. Ez a ébredezés szó is már annyira el csépelődött, vagy annyira el... annyi mindenre használják már, hogy... Na mindegy. Szóval... rosszabb esetben nem tudná erre mit mondani, hogy ki ez az egy, mi ez az egy. Jobb esetben meg
mondjuk például azt mondaná, hogy az Isten. És akkor kérdezgetnéd esetleg arról, hogy milyen az Isten, stb. Szoktál-e imádkozni, így úgy amúgy. Kérdezgetnéd, és lehet, hogy az derül neki az egészből, hogy ő az Istenre felnéz. Ugye van aki úgy, hogyha az Istenhez szól, akkor fölfele néz. Az új keresztények, akik, tehát ez egy új zsidó keresztények, akkor így mondom, zsidó kereszténység, tehát a vatikáni kereszténység, ők meg lefelé néznek, ugye? Szóval, ugye leborulnak, tehát letérdelnek, lehajtják a fejüket, és úgy imádkoznak. De hogyha minden egy, érted? Ha minden egy, akkor, és ez az egy az Isten, hát akkor nem fönt van, meg nem is lent, hanem ugyebár mindenhol. Ugye, ahogy a Bibliában is áll, csak senki nem olvassa a Bibliát, keresztények sem, ugye ott úgy van írva, hogy majd kikeresem, hogy hol találod ezt meg a Bibliában, és akkor beteszem a videó leírásába. Szóval oda úgy van írva, hogy valahogy így, hogy az Isten, aki ugye teremtett mindent, és mennek és földnek az ura, és stb. Hosszan le van írva, hogy ugye miket csinált az Isten. Tehát ez az Isten nem lakik, kézzel csinált, az emberek által készített házakban, vagyis templomokban. Bibliában van benne, szóval nagyon komoly. És folytatja tovább, hogy tehát ott nem lakik, nem úgy van írva, hogy nem a templomokban lakik, hanem hogy nem lakik emberi kéz által készített házakban. És akkor folytatja úgy, hogy mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Most ezt miért mondtam el? Ja, hogy az Istent szoktam kérni időnként, hogy legyen velem, legyen bennem, legyen abban a dologban, amit csinálok. És ez a tapasztalatom szerint nem azt jelenti, hogy akkor az valami tökéletes dolog lesz az elme megítélése szerint. Hogy is mondjam, ez is egy külön téma lenne. Mi az, hogy tökéletes, mi a legjobb. Mert hogyha elképzelsz egy olyan dolgot, hogy tegyük fel, az Isten küldene egy lényt, ugye a fiát úgymond, tehát ahogy van így a keresztény vallásban, hogy elküldte a fiát, de hogy az most kitől született neki, meg mi, hogy ja, hogy a izé Mária szűz, már minden jó, hagyjuk ezt a dolgot, mert ez is külön téma lenne. Ez kisgyerekként is furcsa volt nekem, és egyszerűen nem hiszem el, hogy nem gondolkodnak el egy csomó mindenen az emberek. Na mindegy, hagyjuk. Hogy ez a szűznemzés, ez is egy baromi furcsa dolog, és több helyen sántít a dolog. Na mindegy, hagyjuk. Szóval, elküldte a fiát, hogy inkarnálódjon a Földbolygóra.
Egy szülött fiát. És inkarnálódott, és csinált itt sok mindent. Az állítólagos 32-33 évéből 30 oldalnyi írás maradt fönt állítólag, ugyebár, ezt mondja a Vatikán. Tehát négy evangélium maradt fönt, ezt mondják, és mindegyik 30 oldal körülbelül. Szóval ez már nagyon sántít ez is. Na mindegy, jó, szóljatok rám, vagy valakit megkérem egyik ötöket, hogy álljon ide, ezt csapjon fejbe mindig, ha elkezdek ilyen Vatikánról, meg Jézusról, meg ilyenekről beszélni, mert már én nem akarok már ilyenekről beszélni, már annyit beszéltem erről. Mert... Melyik ötök vállalná? Na mindegy, azt akarom mondani. Képzeld el, az Isten elküld egy lényt. Az a lény, azt arra tippelnénk, hogy egy tökéletes lény, igaz? Sose követel hibát, tökéletes mindenben. Testileg, lelkileg, mindig boldog. Számodra, vagy bárki számára a földbolygón ez egy jó tanító lenne? Ez az illető? Tudnánk vele valahogy egy normális kapcsolatba kerülni? Mert szerintem nem. Olyan hatalmas lenne a különbség köztünk, igaz? Tehát egy földi ember és egy tökéletes lény között, aki ugyanígy mászkál itt a földbolygón, már eleve a hatalmas rezgésszint különbség miatt, hogyha a közelébe mennél, égési sérüléseket szerezne a tested. Tehát, na mindegy, hagyjuk ezt a témát is, mert ez is egy külön téma. Sőt, nem is lehetne ilyen testenet. Szóval az, hogy ilyen földi teste legyen egy tökéletes lénynek, ez olyan, hogy mondjam, ellentmondás, olyan hatalmas ellentmondás, hogy olyan, mintha egy tüzet akarnál belerakni egy lábasnyi vízbe. Érted? Szóval, hogy nem fér össze a kettő. Na... Na, vissza fogok kanyarodni ám, szépen lassan, oda, ahonnan elindultam. Ahol kezdődött, ott végződik majd minden. Na, szóval még egy-két mondat Jézusról, aztán egy-két mondat az Istenről, aztán meditálunk elvileg. Szóval, tökéletes lény. Jézus tökéletes volt? Hát erre minden keresztény azt mondaná, hogy igen! Hát egy nagy ló. Ugye, hogyha igaz az evangéliumok, hogyha minden szó igaz benne, akkor ugye egyszer, amikor Jézus ment, mendegélt, és ugye éhes volt, és ott volt egy fügefa, és nem volt rajta termés, vagy nem tudom, hogy volt ez, pontosan olvassátok el, és akkor megátkozta a fügefát, meg elszárította. Hát szóval, érted. Aztán, amikor ugye egy zsinagógához ért, és ott ugye a zsinagóga előterében, még egyszer mondom, hogyha igazak ezek a történetek, ahogy most a Bibliában le van írva, zsinagógához ért, és akkor ott a zsinagóga előterében ugye kereskedők kereskedtek mindenfélével, és akkor
elkezdett velük kiabálni, meg felborította az asztalukat, meg állítólag egy ilyen kötéllel, vagy mivel verte is őket, szóval, hogy nem tudom, nekem nem így néz ki egy tökéletes lény viselkedése. Viszont természetesen nagyon eszméletlen, csodálatos bölcs tanításokat is adott a földi emberiségnek, meg minden. Tehát úgy, hogy te is gondolom követsz el hibákat, meg csinálsz csodálatos dolgokat is. És szerintem egy olyan lénytől tudnál, vagy tudsz legjobban tanulni, ahol akivel, hogy mondjam, akit lehet követni, igaz? Tehát egy tökéletes lényt itt nem igazán tudnánk követni. A tökéletes lénynek itt van az Isten, ő meg itt van, csak ugye kapcsolatot kéne vele teremteni. Csak ugye ebbe a kapcsolatba, ember és Isten kapcsolatába beékelte magát a Vatikán, tehát az ember és Isten közé, és ezért el is van baszva az egész. Na, szóval most azon mosolygok, hogy egyesek, mindegy, hagyjuk. Hát, hogy csúnyán beszélek. Na, nem tudom például, hogyha választhatná, hogy vagy nem is így kérdezem, hanem, hogy vannak olyan emberek, akik mindenkivel kedvesek, mindig mosolyognak, stb. Stb. És közben meg igazából a hátad mögött elmondanak mindennek, hátba szúrnak, stb. Stb. Érted? Hazudnak, minden, érted, hogy ha mondjuk na mindegy, hagyjuk is őket, érted? És akkor vannak olyan emberek is, akik nekem se szimpatikusak, mindig ilyen morc, mogorva, keményen beszél, így, és közben pedig egy teljesen jó ember, mindig számíthatsz rá, bármi bajod van, bármi, biztos, hogy segíteni fog. Csak nem így beszél, ilyen mézes-mázosan, jaj, hát most sajnos nem tudok segíteni, ó, pedig nagyon szeretnék, de hát nem tudok. Jó, tehát én inkább azokat választanám, aki bazd megezik, meg akármi, van nekem is ilyen ismerősöm, de ezt tudom, hogy mindig számíthatok rá, és egy nagyon jó ember. Szóval ennyit a csúnya beszédről. Na, hogyan lehet kapcsolatba kerülni az Istennel? Most erről eszembe jutott az, hogy ugye a videók, YouTube videók, sok YouTube videónál itt alul megjelenik egy ilyen reklámcsík, és ezt mindig így ki kell x-elni, ugyebár, és nekem hát a legtöbb videómnál beállíthatom azt, hogy jelenjen-e meg, vagy ne jelenjen meg. És természetesen azt állítottam be, hogy ne jelenjen meg. Többi videómnál nem tudom beállítani, mert ott van olyan, mindegy, hosszú, elmondani, hogy miért nem. És én ezért pénzt kapnék, hogyha azt állítanám be, hogy megjelenhet. Csak amik ez úgy volt, hogy amikor szólt nekem a YouTube, hogy beállíthatom ezt, és akkor azt állítottam be, hogy igen, szeretnék vele pénzt keresni. Hát természetesen, miért ne? És hát 3 nap múlva visszavontam ezt a dolgot, mert
Hát ez olyan, na mindegy, tehát olyan dolgokat reklámoztak az én videóim alatt, hogy szientológia egyház, meg hogyan találkozhatsz az Istennel, meg minden ilyen dolgok, érted? És hát nem tudom, ismered-e azt az érzést, amikor így nem az, hogy lelkiismeret furdalás, hanem amikor így nem hagyja valami nyugodni a lelkedet, és érzed, hogy nem ez a jó út, és nem ezt kéne csinálnod, nem ezen a munkahelyen kéne dolgoznod, nem kéne már találkoznod ezzel, azzal, amazzal az emberrel, stb. Stb. És így belül, így, hogy mondjam, így nem hagyja nyugodni az embert, na, finoman szólva ez az érzés, és ha még nem tudod, akkor elmondom, hogy mindenképpen hallgass erre az érzésre, mert egyrészt kinyírja a lelkedet ez az érzés hosszú távon, a testileg mindenféle betegséget okoz, és három, hogy amikor a halálos ágyadon visszagondolsz, akkor ezt fogod a legjobban bánni, hogy nem hallgattál erre az érzésre. Tudtad, hogy mit kéne csinálnod, és nem azt csináltad. És nem tudsz visszamenni akkor már a múltba. Bocs, hogy ilyet mondok, de azt fogod érezni, hogy elszúrtál egy egész inkarnációt. És hát nekem is egy csomószor itt volt a kísértés, hogy hát miért ne keressek pénzt ezekkel a videókkal? Hát bakker, hát sok időmet rászánom. Volt olyan videó, 20 perces videó, amin 9 órát dolgoztam. Ez a 2000 évvel ezelőtt és most című videóm. Még az első videóim között volt. És a többi, de mindegy, lényeg az, hogy úgymond megérdemelném ezért a pénzt. Ezt mondja az elmém. De a szívem meg azt mondja, hogy ne engedjem ezt, hogy ilyen köcsög reklám csíkok legyenek. És hát azért ez is egy próbatétel, amikor érted, az van, hogy választanom kell, hogy most nadrágot vegyek-e, vagy zoknikat, vagy bakancsot, mert mindegyik szarrá van menve, de csak az egyikre van pénzem. Közben meg videózással kereshetnék, hát nem csomó pénzt, nem olyan nagyon sok pénzt, de mit tudom én, hát eddig úgy, most csak a hasamra ütök, olyan 300 ezer forintot kerestem volna összesen a 4-5 év alatt, 5 év alatt. De hát ugye nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Mindegy, hagyjuk is ezt. Szóval, de az a legfontosabb, hogy jól érezd magad a bőrödben, és úgy érezd azt, hogy igen, az utamon járok, és igen, ott, és szóval, hogy úgy jó érzés legyen benned. Szerintem ez a legfontosabb az életben. És persze az elme azt mondja, hogy hú, ott ne hagyd a munkahelyedet, mert hú, ez egy jó munkahely, és mi van, ha nem találsz másikat? És ott ne hagyd a párodat, mert mi van, ha nem lesz más, ott leszel egyedül, meg stb. Stb. Minden maradjon így, ahogy van. Hát jó, de hogyha egyszer így szar, meg szarul érezzük magunkat, akkor csak nem jó így. Hm? És ilyen szempontból a reiki csodálatos, mert én is azt tapasztaltam, meg mások is, hogy aki bátor, az reikizi magát 1 órát, 2 órát, 3 órát. Én 1 órát szoktam ajánlani, és hozzáteszem, hogy aki bevállalós, az 3 órát naponta.
És akkor, de az nem való mindenkinek, a 3 óra. Csak tényleg, aki bevállalós. És ugye akkor lesznek olyan változások az életben, minden megváltozik. Ami nincs rendben, az meg fog változni. És, de ilyenkor is kell a bátorság, hogy tovább menjél. Tényleg csak két példa, aztán befejezem ezt a témát, hogy például van egy munkahely, ahol úgy beszél veled a főnök, mint egy kutyával, nem érzed ott jól magad, köcsögök a munkatársaid, stb. Stb. Egy munkatársaink, mondjam inkább így, nekem is voltak ilyen munkahelyeim, és akkor ott hagyjuk ezt a munkahelyet, vagy ha rejkizzük magunkat, akkor kirúgnak onnan, mert ugye segít a rejki, hogyha mi nem tesszük meg ezt a lépést, amit meg kéne már tennünk, akkor segít ebben a rejki, vagy az Isten, vagy kéred az Istent, hogy történjen már valami változás, és akkor kirúgnak a munkahelyről. És akkor mondaná az Isten, hogyha mindegy, hagyjuk. Ha te kérted, itt a változás. Na szóval, ugye kirúgnak a munkahelyről, és ilyen mindig, minden egyes esetben egy jobb munkalehetőség kínálkozik ilyenkor. Tehát akár én, amikor rejkiztem magamat, meg bárki, akinek tartottam rejki tanfolyamot, és elmondtam nekik ezt, és megcsinálták, és hát akik visszajeleztek, csak pozitívat írtak, hogy igen, megtörtént tényleg. Szóval, de most tényleg most nem, nehogy ezt is valaki reklámnak vegye, de ilyen megdöbbentő dolgok is voltak, hogy 60 körüli embernek impotenciája megszűnt. Olyan illető, aki 20 éve vagy 14 éve füvezett, lerakta a füvet egy hónap rejkizés után, és nem akaraterőből, hanem egyszerűen nem kívánta. Szóval ilyen, de tényleg, és még rengeteg mindent mondhatnék, csak tényleg nem akarom, hogy ezt valaki reklámnak vegye. Meg hát nem muszáj nálam végezni rejki tanfolyamot, ráadásul szinte az összes videóm alatt leírásban, ahova betettem a rejkiről egy kis szöveget, oda nem magamat írtam, hanem két másik rejki oktatót ajánlottam ráadásul. Akik emberileg is, meg oktatóként is, hogy mondjam, megbízom bennük, és én egy nagyon jó, tiszta, lelkű, igaz lénynek ismertem meg őket. És hát szomorú voltam, amikor az egyiküket, Borbás Jánost elmondta mindennek, Villás Béla nyilvánosan, de hát ők itt nem mondottam mindennek. Na, jó, elmondta hangom, mert ne beszéljek erről. Bocsássunk meg neki is, mert hogyha haragszunk, az csak nekünk rossz. Szóval, hát nem jött össze ez a meditáció, meg mantrázás ebben a videóban. Hogyan léphetsz kapcsolatba az Istennel? Hát ugye elmondtam, hogy az Isten az itt van mindenhol, benned is. Minden egy, hogyha minden egy, akkor ez az egy az Isten, és te vagy az Isten. Minden egy. Most akkor vagy elfogadjuk azt, hogy minden egy, és akkor te vagy ez az egy, vagy nem fogadjuk el azt, hogy minden egy. És hogyha te vagy az Isten, ugye így van a Bibliában, így mondta állítólag Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én az Atyában vagyok,
és az Atya én bennem van. És hogyha azt kérdeznéd tőlem, hogy ezt hogy kell érteni, vagy hogy lehetséges ez, és az a szomorú, hogy ezt nem teszik fel a keresztények, ezt a kérdést, minden csak úgy bekajálnak, az kész, aztán mindegy. De ha tőlem kérdeznéd, hogy ez hogy van ez a dolog, én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Az a helyzet, hogy ezt látni kéne, szóval úgy az igazi. Szóval nehéz így szavakkal elmondani. Képzeld el azt, hogy minden... Képzeld el azt, hogy mondjuk egyik reggel felébredsz, kinyitod a szemedet, és azt látod, hogy akármi, ami ott van az ágyad mellett, egy tárgy, egy szék, az ilyen ragyogó fényben van, ilyen ragyogó fényből áll, és vagy például ott van a nap, ugye? Tehát azt látod, hogy ott egy gömbölyű valami, és az fényből áll, igaz? Na, hát akkor most képzeld el, hogy ugyanolyan fényből áll egy szék, egy asztal, egy akármi, emberek is ebből a fényből állnak, meg minden. És akkor azt fogod látni, hogy igazából nincsen köztük határvonal, igaz? Minden fény, akkor nincsenek igazából elhatárolva egymástól ezek a dolgok, vagyis minden így összefügg, így egy ilyen végtelen fény minden, igaz? Na, és akkor te is. És akkor így már, hogyha ezt te sikerült képzelned, akkor látod, hogy mi az, hogy az Atya én bennem van, és én az Atyában vagyok. Ha meg esetleg nem sikerült elképzelned, vagy látnod, érezned, stb., akkor meg meditáljál minden nap. Jó, mert az elméd túl, ő uralkodik feletted. És ezt kéne megszüntetni. Na hát, legyetek jók, ha tudtok. Sziasztok!